Köszöntöm nézőinket, Önök a Tornatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A 48. Gemenci nagydíjra készülnek, rekordszámú versenyző lesz idén. Testületi ülés Dombóváron 16 napirendi pontot tárgyalt a városvezetés. Drogdílereket fogtak a rendőrök, nagy mennyiségű kábítószer volt a tolnai férfinál. Pünkösdi forgatag, Kalocsán a néphagyományoké lesz a főszerep. Sok újdonsággal készülnek az Aliszkabau 48. Gemenc nagydíjra a szervezők. Tudtuk meg a napokban tartott sajtótájékoztatón Szőke Gergőtől, a Szekszeli Sportközpont igazgatójától. A kétnapos nemzetközi országúti kerékpárversenyre idén 30 csapatot várnak 15 nációból, de az Béla Király térre látogatókat egy számos kiegészítő programmal várják a szervezők. Hamarosan újra megtelnek kerékpárokkal Szekszárd utcái, ugyanis július 16-17-én megrendezik az Aliszkabau 48. Gemenc nagydíjat. Tavaly ezen a nemzetközi országúti kerékpárversenyen a koronavírus járvány miatt jó részt csak a hazai kerékpárosok mérték összetudásukat. Idén azonban a korlátozások feloldásával lehetőség nyílik a külföldi versenyzők fogadására is. Idén 15 nációból 180 versenyző fog érkezni Szekszárdra, kísérőkkel együtt ez közel 250-300 ember, úgyhogy ennek azért elég komoly turisztikai értéke is van. Így a Magyar Turisztikai Szövetség is látott fantáziát a versenybe, hiszen a kerékpár, ami a tájegységeket is bemutatja, egy kicsit azért turisztikai jelleggel is bír. Az idei verseny sajátossága, hogy a június 16-ai rajt Paksról az Ase csarnok elől indul, így az első szakasz Tengelicet, Szedrest, Kölesdet és Harcot érintve közel 170 km megtétele után érkezik Szekszárdra. A versenyközpont a Béla Király téren lesz, ahol számos kiegészítő programmal várják az érdeklődőket. Vasárnap pedig a második szakasz 10 órakor indul Szekszárdról a Béla Király térről, a Sárközi régiót, illetve Szálkát többször érintve 2 óra fele fognak beérni a Béla Király térre. 2-től 6 óráig délután tehetségkutató futamok lesznek, illetve utánpótlás versenyek, ez már a lezárt körpályán, és talán a hétvége fénypontja, a Pálinkás Csaba emlékverseny 19:45-kor fog rajtolni a Béla Király térről. Érdemes lesz kilátogatni, mert zenei fellépőkkel is készülünk. Ezen kívül intézmények közötti versenyt is terveznek, amire az egyik legnagyobb sportszer áruház 50.000 forintos vásárlási utalványt ajánlott fel. Gyurkovics János alpolgármester a sajtótájékoztatón megjegyezte, Magyarországon egyre népszerűbb a kerékpársport, hobbi, amatőr vagy profi szinten is. Az idei Gemenc nagydíj alkalmával mindenkinek teret engednek a szervezők. A versenynek a megtekintése és a nagyon sok kísérő rendezmény az felhőtlen szórakozási lehetőséget ad, és a mellette lévő versenyek a különböző korosztályoknak is. Azt szeretnénk elérni, hogy még jobban, még jobb minőségben legyen mindenki kiszolgálva, és egy kellemes élményt tudjunk szerezni számára. Több szurkolói zónát is kialakítanak majd a kijelölt pálya mellett, de egy kiállítás is színesíti a programot, ami július 1-én a Babits Mihály Kulturális Központban nyílik meg, és mutatja be a Gemenc nagydíj első 47 évét. Ezt a verseny végéig tekinthetik meg az érdeklődők. A magyar és a horvát kormány kész a hosszú távú energiabiztonsági együttműködésre. Horvátország így készen áll az Adria kőolajvezeték kapacitásának bővítésére, hogy veszélyhelyzet esetén is biztosított legyen Magyarország ellátása. Jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter kedden Zágrábban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető Davor Filipovics horvát energiaügyi miniszterrel való tárgyalás után leszögezte, Orbán Viktor miniszterelnöknek sikerült kiharcolnia, hogy az Oroszországgal szembeni Európai Uniós kőolajembargó alól mentességet kapjon a csővezetékes szállítás, így Magyarország ellátása továbbra is biztosított legyen, de a teljes biztonsághoz arra van szükség, hogy hazánk ne csak egy irányból vásárolhasson kőolajat. Ha a kőolaj nem tud jönni keletről, akkor csak délről áll rendelkezésünkre alternatív szállítási útvonal, mégpedig az Adria vezeték, amely Horvátországon keresztül érkezik meg Magyarországra. Ennek a kőolaj vezetéknek a bővítése szükséges ahhoz, hogy Magyarország és Szlovákia biztonságos ellátása a kőolaj tekintetében garantált legyen. Jó hírt tudok mondani,
Ma megállapodtunk Horvátország energiaügyi miniszterével arról, hogy Horvátország is Magyarországhoz hasonlóan készen áll egy hosszú távú energiabiztonsági együttműködésre. 2063 új koronavírus megbetegedést igazoltak az elmúlt héten idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.919.840 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 40 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 46.547 főre emelkedett. 362 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 55 újabb fertőzöttet regisztráltak 7 nap alatt, ezzel a járvány kezdete óta 40.457-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Továbbra is csökken a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Azt írták, a 21. héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban továbbra is csökkenő tendenciát mutat. Számottevő mérséklődés mérhető több megyeszékhelyen. Más mintavételi hely esetében stagnáló tendencia figyelhető meg, emelkedés sehol sem tapasztalható, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja minden településen, itt Szekszárdon is a mérsékelt kategóriába sorolható. Testületi ülést tartottak Dombóváron. A városvezetés többek között az önkormányzati víziközmű vagyon államra történő önkéntes átruházásról is döntött, amelynek tervezete ez év novemberére készülhet el. Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete megtartotta soron következő ülését, ahol 16 napi rendi pontot tárgyaltak. Ezen ülés alkalmával számoltak be azon intézmények 2021 évi munkájukról, amelyek a település területén működnek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió és a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a többségi önkormányzati tulajdonú cégek is ismertették az előző évi munkájukat. Ahogy a polgármester fogalmazott, a közétkeztetés szempontjából is egy nehéz év volt a tavalyi. Azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott szolgáltatást tudnak igénybe venni a dombovári közétkeztetésben résztvevő gyerekek. Nyilván 2022-ben ez a szolgáltatás többször kapott már kritikát, hogyha őszinte akarok lenni, és erről is illik beszélni, hiszen az orosz-ukrán háború és időszakot követően azért nagyon nehéz volt a közétkeztetés biztosító cégnek olyan beszállítói kapcsolatokat létesíteni és fenntartani, amelyek az elmúlt évben megszokott stabilitást tudják és minőséget nyújtani. A testület az ülés alkalmával az önkormányzati tulajdonú vízközművel kapcsolatosan is döntést hozott. Egy szándéknyilatkozat tekintetében, hogy annak az állami tulajdonba adásáról az előkészítő tárgyalásokat le tudom folytatni, és az ősz folyamán szeptember-októberben a végleges végső döntés meghozatalra kerül majd sor, amikor mindazon információkat szeretném megosztani a testülettel, amelyeket az elkövető időszakban sikerül beszereznem és birtokába jutnom. Az önkormányzati vízközmű vagyon államra történő önkéntes átruházásáról szóló megállapodás tervezet előreláthatólag novemberre készül el Dombóváron. A drónok terjedése és ennek nyomán a légtér egyre nagyobb leterheltsége, illetve a személyi biztonság igényli a drón használat szabályozását, jelentette ki Bunya Tamás, a Készenléti Rendőrség légirendészeti szolgálatának drónszakértője. Ezért a polgári repülések során is kötelező a drón bejegyzése, a pilótajogosítvány megszerzése, a repülést támogató mobil applikáció használata, felelősségbiztosítás kötése, illetve a légtérhasználati engedély megszerzése, közölte a rendőrszázados. Hozzátette, tilos a drónok használata kiemelt infrastruktúrák, védett katonai, rendvédelmi objektumok, illetve külképviseletek közelében. A korlátozások azért is szükségesek, hogy az egyre telítettebb légtérben minden állami és civil szervezet el tudja látni a feladatát. A szabályozás bevezetése óta Magyarországon mintegy 3500-an regisztráltak képzésre, illetve 1500-an tettek vizsgát. A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanácsa a tudatos alkoholfogyasztás népszerűsítéséért Minimum Alkohol, Maximum Élvezet néven folytatja a tavaly indított Másnap Máshogy edukációs kampányát, közölte a Szeszipari Szövetség szerdán. Nagy András, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács igazgatója a közleményben kiemelte, kampányuk célja az idén, hogy a fiatal felnőttek mellett az idősebb korosztály is elmélyíthesse ismereteit a túlzott alkoholfogyasztás hatásairól és veszélyeiről.
A közleményben ismertetik, hogy a kampány keretében videós tartalmakkal segítik a valós párbeszéd kialakítását, közölte a szövetség. Drogot találtak a rendőrök egy tolnai háznál. A 21 éves férfi kanabis, metadon és amfetamin származékokból álló kábítószereket tartott magánál. A fiatal a nyomozóknak bevallotta, hogy kiktől kapta az anyagokat, így az egyenruhások a dílerhálózat további három bűntársát is letartóztatták. Ezeket a tablettákat, porokat és zöld, növényi származékokat, továbbá az eladásukhoz szükséges eszközöket foglalták le a Tolna megyei rendőrfőkapitányság nyomozói, miután razziát tartottak több díler lakásán. Komlósi Néki Sanett szóvivő úgy nyilatkozott, a 21 éves tolnai férfi el is adta a drogokat. A NAV pénzügyőrei tartottak kutatást egy tolnai házban, amikor a kutatás során ismeretlen eredetű tablettákat, valamint zöld növényi törmeléket találtak. Azonnal értesítették kollégáimat, akik megjelentek az ingatlannál, és ott tovább folytatták a kutatást, és intézkedés alá vonták a 21 éves ház lakóját. A férfi elismerte kollégáimnak, hogy kábítószert tart magánál. A díler beismerte, hogy egyik ismerősétől jutott hozzá a kábítószerekhez, így a rendőrség egy szekszárdi, 23 éves férfi lakásán folytatta tovább a nyomozást. Ő a garázsaiban, az autójában és a lakásában is rejtegetett drogot. Kollégáim a kutatás során, amelyet három garázsban is megtartottak, több mint 1000 darab ismeretlen tablettát, valamint fél kilónyi zöld színű kábítószergyanús zöld törmeléket, illetve negyed kilónyi fehér színű port, illetve pasztaszerű anyagot találtak. A gyors teszt mindegyikre pozitív értéket mutatott, MDMA-t, illetve THC-t tartalmaztak, ezek mind kábítószerek. A két férfi további két bűntársát is feladta, így a kihallgatásuk után mind a négy elkövetőt kábítószerkereskedelem miatt letartóztatták. Mintegy 3 milliárd forintot kapnak fejlesztések megvalósítására az agrárszakképzési centrumok, mondta az agrárminiszter kedden. Hozzátette, az a cél, hogy a pályaválasztás előtt álló tanulók minél többen az agrárszakképzést válasszák, tudásuk pedig olyan napra kész, korszerű és modern legyen, amellyel versenyképesek lehetnek az ágazatban. Ahhoz, hogy a szakképzésre olyan képet tudjunk felmutatni gyerekeink számára, amely vonzóvá teszi a szakmát, befektetések szükségesek, jelentette ki a tárcavezető. Nagyszabású rendezvényre készülnek a pünkösdi hétvégén Kalocsán. Utóbbi egy összefogás eredménye, melyben civil szervezetek, intézmények és az önkormányzat is partner volt. A cél a kalocsai néphagyomány értékeinek megmutatása lesz. Néptánc, felvonulás és a hagyományos kalocsai minták megtanulása lesznek a fő motivumai annak a kétnapos rendezvénynek, mely a hagyományos értékek megmutatásáról szól majd a pünkösdi hétvégén. A siker érdekében a helyi néptánc együttesek, a Városi Múzeum és az Innovációs Központ Nonprofit Kft. Fogott össze és hívott életre egy várhatóan színes és nagy érdeklődésre számot tartó programot. Az esemény a térség egykor kiemelkedő kulturális programjának, a Dunamenti Folklor Fesztiválnak mintájára jött létre, mondta Zsigó Zoltán, a szervező Innovációs Központ igazgatója. Ha visszaemlékezünk, akkor azt láthattuk mindig itt a belvárosban, akár Szekszárdon, akár Kalocsán, hogy óriási nagy színpompás népviseletbe öltözött sok száz ember vonul az utcákon, énekelnek és táncolnak, és mindenki magas színvonalon mutatja be egyébként azt, hogy valójában kicsoda ő, honnan jött, és milyen kulturális értékei vannak. A Dunamenti Folklor Fesztivál a pandémia és a szervezési nehézségek miatt évek óta nem szerveződött meg. A kalocsaiak most arra vállalkoznak, hogy a nagy sikerű rendezvény mintájára hozzanak létre egy új programot. Ezen a szép pünkösdi hétvégén, ami egyébként is egy érseki városban azt gondolom, hogy különleges az emberek számára, legyen ez a népzene, a néptánc és a népi hagyományoknak az ünnepe. A legnagyobb látványosság a vasárnap délutáni felvonulás mellett a népművészeti és táncos bemutatók és koncertek várják az érdeklődőket Kalocsán. Regionális híreink következnek. Országos tervpályázat az akvaparkról 80 millióból írja ki a pécsi önkormányzat. Szétverte a jég az idei eperszezont, Csökölyben, Kiskorpádon és Csurgó környékén is óriási a gazdák kára. Több mint 10 pincészet, közel 60 minta, borkóstolót rendeztek a Siklósi várban. Terveket vár az akvaparkra a pécsi önkormányzat. Ez a döntés született a Megyeiugó város közgyűlésében kedden. A baloldali városvezetés ezekkel a dokumentumokkal képzeli el a beruházás folytatását.
Az élményfürdő és a hozzátartozó hotel a mai árakon mintegy 70-80 milliárd forintba kerülne. Ezért a Fidesz frakcióvezetője szerint először tárgyalni kell a kormányzattal, hogy mennyi pénzt adnak egy vizes létesítmény építésére. Hogy áll a pécsi akvapark előkészítése? Erről tartott képes beszámolót a város sportberuházásokért felelős polgármesteri biztosa a közgyűlés keddi rendkívüli ülésén. A baloldali városvezetés tervpályázatot akar kiírni a vizes létesítményre, ezért hívták össze a képviselőket. Jelenleg azt a fázist indít ugye el a város, hogy egy országos nyílt közbeszedési eljárás keretében kiválasztja a legjobb pályaművel együtt a tervezőt, és ugye ezt követően tudjuk meghatározni azokat a keretfeltételeket, amivel gyakorlatilag reményeim szerint év vége felé meg lehet kezdeni azokat a tárgyalásokat a kormánnyal, ami a kiviteli és engedélyes tervek és a későbbi kivitelezése kapcsolatos költségekről és azoknak a végleges tartalmára dönt. Ezek a költségek 2020-as árakon is 50 milliárdot jelentenek. Ez mai áron akár 70-80 milliárd is lehet. Ezt az összeget kellene a kormányzatnak biztosítania a Modern Városok Program szerződése alapján, mondja az alpolgármester. Csak 500 milliós előkészítési döntés van, nincs egyéb forrásra döntés. Tehát amikor aláírták 2016. december 29-én, akkor azt mondta a kormány feltételül, hogy mondja meg a város, hogy mit akar, az mennyibe kerül, és ezt követően hoz döntést. Ezen az úton megyünk tovább. Tehát az 500 millió kívül semmilyen egyéb forrásra soha döntés nem született hivatalosan. Az előkészítési keretből készítette el az előző városvezetés a hatástanulmányokat 150 millióért, de ezt nem használta fel a baloldal 2019 után. Új vizsgálatokat készítettek a Tüskés rétre. Végül az 500 millióból maradt még 80 millió. Ebből írnak ki a tervpályázatot. Ami arról szólna, hogy 80 millióból majd látványterveket készítünk erre a senki által nem támogatott giga projektre. A mi álláspontunk az egyértelmű, akvapark igen, de felelőtlen pénzszórás viszont nem. Márpedig ez, amiről ma döntöttünk, ez egy felelőtlen pénzszórás. Ezt mondta a tervpályázatról a jobboldali frakcióvezető. Ugyanis nagy kérdés, hogy az 50 milliárdról induló elképzelést finanszírozza-e valaki. Ezért módosító javaslatot nyújtott be Csizmadia Péter. Ne csak levelezzenek meg, ne csak kardozzanak a kormánnyal a polgármester úrék, hanem kezdjenek el tárgyalásokat, és az év végéig folytassák le arról, hogy egyébként ebből a projektjavaslatból milyen részeket és mennyi összeg erejéig tudna támogatni a magyar kormány saját forrásból, vagy az Európai Unión keresztül. Ha ezt ismerjük, ha tudjuk, hogy meddig ér a takarunk, ha tisztán látunk a pályán, akkor kezdjünk el bármit megterveztetni. Ezt végül nem fogadta el a baloldali többség, így kiírják a tervpályázatot. Az elképzelés szerint egy 200 szobás szálloda, egy 50 méteres versenymedence és egy akvapark épülne Tüskésréten, ami egész évben üzemelne. A vízellátást a Bőrgyári kútról, Nagykozárból, illetve Bolyból biztosítanák. Több millió forint kárt okozott a Somogy megyei Csököly epertermelőinek a múlt heti jégverés. Most a csapadékos időjárásokhoz gondolt. A megmaradt termés nagy része ugyanis elkezdett rohadni. A gazdák próbálják menteni a menthetőt, ám a kiválogatott gyümölcsöket már csak nyomott áron tudják eladni. Aránylag bő termés látszik rajta elég sok szemmel. Bizakodó vagyunk vele szembe. Dombozata is elég szép nagy, úgyhogy jövő év végére szerintem mindenképp már főszezonban lesz a szabadföld is. Egy héttel a pusztító jégverés előtt még derülátóan tekintett az idei szezon elé Pajzs Imre csököi epertermesztő. Pár nappal a vihar után azonban már megtörtén nyilatkozott arról, hogy milyen súlyos károkat szenvedett el a családi gazdaság. Meg tudom mutatni, egy épp szem nem maradt. Ez mind sérült szem. Még az zöld szemek is kaptak, az is megsérült. Lombozat is teljesen tönkrement. Ezen a másfél hektáros területen egy átlagos idény során közel 25 tonna termés kerül le a palántákról, de nem ritka, hogy egy jó évben akár ennél is többet betakarítanak. Ennek most 80%-a veszett oda. Kicsi, nagy, rohadt, cáprénák volna. A sérült gyümölcsöt már csak nyomottáron, befőzésre vagy pálinkának tudják értékesíteni. Miután a megtépázott növények minden bizonnyal a még éretlen zöld szemeket sem tudják már felnevelni, így Magyarország egyik leghíresebb epertermő vidékén lezártnak tekintik az idei szezont. Jégháló rendszer kiépítése lenne talán a megoldás, de az állítólag ilyen 1 hektár 15-17 millió forint telepítve, az meg egy horribilis összeg.
Nyilván most sokkal többet buktunk ezen, de hát ez nem így volt betervezve. Csökönyben majdnem fél száz őstermelő foglalkozik szamóca termesztéssel. Hála Istennek a lakossági károk azok elenyészőek, a termésben esett károkhoz képest a szamócásunk, az epresünk gyakorlatilag az egész településen megsemmisült. Borzasztó nagy károkat szenvedtünk el a jégverésnek köszönhetően. Nagyon el vagyunk keseredve. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy mentsük, ami menthető. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a legtöbb kár Csökölj mellett Kiskorpád, Kaposvár, Andocs, Ságvár, Csurgó, Porog és Örtélos térségéből érkezett. Nem csak az éppen érésben lévő gyümölcsökben keletkeztek komoly károk, de a kalászos gabona, a napraforgó és a kukoricatáblák is alaposan megsínlették a megrendítő erejű jégverést. Nyilván, amikor ilyen károk keletkeznek, akkor ugye itt a jégkármérséklő rendszert is érik támadások, azt azonban mindenképpen el kell mondani, hogy idén is számtalanszor volt már riasztás és működött a rendszer, tehát jelenleg is ennél hatékonyabbat nem lehet találni. Nyilvánvaló jégcseppek méretét tudja csak mérsékelni, de sajnálatosan az látszik, hogy a szupercellák ellen kívülről érkező zivatarokkal, jéggel teli zivatarokkal szemben nem lehet. Jövőben sem fogunk tudni védekezni soha, nincsen rá technológia. A szakemberek azt mondják, hogy az elmúlt 30 év egyik legpusztító vihara vonult át múlt héten a dél-dunántúli megyékben. A klímaváltozás hatására pedig ezek a szélsőséges időjárási események még meg is szaporodhatnak. Közel 200-an vettek részt a Borvár elnevezési rendezvényen. A siklósi várban megtartott eseményen helyi pincészetek borait kóstolhatták meg az érdeklődők. Villányi és siklósi szakemberek mintegy 60 mintával készültek a vendégeknek. Vörös, fehér és rozé borok különböző fajtákból. Helyi borászok termékei sorakoznak az asztalokon a siklósi várban. Több mint 10 villányi és siklósi pincészet közel 60 nedűjét kóstolhatták meg az érdeklődők a Borvár elnevezésű rendezvényen. Az utóbbi években főként a járvány miatt elmaradt a program, de most újra megszervezték. Ez egyébként egy olyan rendezvény, ami arról szól, hogy a szezon elején, a szezon indításakor siklósi várnak a teraszán egy nagyon kellemes kis esti borozgatásban borkóstolót prezentálnak gyakorlatilag a helyi borászaink, gazdáink, és mindig van 2-3 olyan csúcsborász vagy vezető borász, aki egyébként ezt az estét prezentálja. Tehát ez alapvetően nem az önkormányzat, nem a város rendezvénye, de természetesen együttműködünk a borászainkkal, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen minőségi rendezvényeket tartanak. A borongós esős idő miatt ugyan nem a vár teraszán, hanem a benti termekben várták a vendégeket, azonban így is sikeres rendezvényt bonyolítottak le a borászok. Mintegy 150-200 résztvevő érkezett a kóstolásra. A jövőben a vár menedzsmentje is elhivatott abban, hogy a gasztró és bor vonalán több ilyen és ehhez hasonló eseményt tartsanak ezen a helyszínen. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. A 48. Gemenci nagydíjra készülnek, rekordszámú versenyző lesz idén. Testületi ülés Dombóváron 16 napirendi pontot tárgyalt a városvezetés. Drogdílereket fogtak a rendőrök, nagy mennyiségű kábítószer volt a tolnai férfinál. Pünkösdi forgatag, Kalocsán a néphagyományoké lesz a főszerep. Csütörtökön is füllett idő várható, tovább melegszik a levegő. Reggel lecsökken a felhőzet, kitisztul az ég, alapvetően napos, gomoly felhős nyári idő lesz jellemző. Napközben elvétve előfordulhat a zápor eső is. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!